Sziasztok, fiúk, lányok! Na, itt vagyok megint, és úton vagyok a szerelvény beindításához. Na, az előző rész olyan jól sikerült, hogy ilyen hiper-szuper kommandósként egyszer nem vettek észre, és akkor anélkül, hogy lehívtam volna az alient, végigverekedtem magam a pályán, úgyhogy már valami kis fejlődés tapasztalható, de ettől függetlenül most segítenem kell itt eljutnom a többieknek a főhadiszállásig, vagy hát a sheriffnek a főhadiszállásáig. Mégpedig úgy, hogy erre megyek. Tüp-tüp-tüp. Annyira jó, hogy bekapcsolódik a lámpa. De tényleg. Hogy állok így felszerelésügyileg? Na ez... Molotov. Noisemaker. Na, az jöhet. Noisemaker nélkül egy taportat se. Hogyha láttátok a két tűz között videót, ott láttátok, hogy mennyire hasznos. És azt ajánlom, azt nézzétek meg, mert az nagyon durva lett az a rész. Tehát ott nincs unalom. Egy pillanatig se szinte. Úgyhogy azt nézzétek meg, két tűz között. Aztán az pont a tizedik. Na, erre tovább, jól van. Kerékbilincs. Lefele. Milyen jó kis órám van. Ez még ilyen jó retro ráadásul. Így a tip-top csúcsóra, így a 70-es években. Na nézzük. Na, ja, hogy ez egy lift, oké. Csak megjön. Ott meg X. És a kettes színpad mögött X. Na, hova vezet minket? Aj, nehogy már, hogy a... Itt vagyok az állomáson, itt kellene... Ja, jó, nem tölt másik pályát. Azt hittem, hogy egy külön pályát kell végig senyvednem ahhoz, hogy átmenjek. Flashbang V2. Mi ez a... Mi a... Valaki dörömböl, mint az állat. Halló, ki van ott? De... Remélem nem az alien. Nem lenne szerencsés. Gas torch. Na, hova kell menni? Á, ide. Itt van itt a berendezés. Na, nézzünk körbe picit. Jó, még mielőtt itt elindítanék bármit, mert tuti az lesz, hogy ha elindítom, akkor valami para lesz. Mindig ez van. Benyomom a gombot, és akkor jön az őrület. De annyira jól néz ki, nézzétek még az utolsó kis gombocskákig. Jó, nincs itt semmi, hát akkor... Jó, nem mozog, szerintem ott az ajtóban van továbbra is. Ja. Na jó, akkor nézzük a rendszert. Tip tip tip. Error. Low power. Hoppá! Hello? I know someone's in here. Ne szórakozz velem. Egy fegyveres őrült. Ajjaj. Calm down in there, you android fuck! Android... ja, akkor egy android volt ott. Jó. Hát őt le fogom ütni egy picit. Hátulról. Headshot. Self-defense. Na igen, ez voltam én. Önvédelem. Jogos önvédelem volt, remélem ti is láttátok. Nála fegyver volt. És akkor most ezt itt. Ja, hogy ez kétkezes, oké. Okay. Na, én csak android ellen viszont. Aha. Jó, visszakapcsoltuk az áramot. Mondom, tiszta Jurassic Park ez a játék. Ha emlékszik valaki, a Jurassic Park első része, ott volt ez az áramot kibekapcsolgatunk történet. Ott életre kelt a konzol. Jó, ezt benyomjuk.
programozás, hekkelés. Na most mi történik? Ki jött Robot Robi? Ajaj, észrevett. Na gyere csak, elbánok én veled. Nálam van a marhatagló. Nesze! 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 Te személy! Ezt a próbababákért kapod. Ez jól esett. Android elhárítás felső fokon. Nesze. Nem lehet még megbüntetni a testét. Ezt egyébként onnan tudom, mert volt egy próbálkozásom, ahol pont ezt nem vágtam bele, de az is a két tűz között volt ez egyik résznél, hogy véletlenül megráztam a kis marha ösztökével az androidot, és akkor így láttam, hogy resetált egy rövid időre, úgyhogy amíg rebootolt, szét lehet verni, csak hát a marha ösztökének meg limitált ugye a töltöttsége, sajnos. Heggesztő pisztoly. Nem alkoholizálhatunk itt most. Na jó, itt most... szegény ennek. Ezt most kihagyta így helyben vajon? Szerintem nem az android, bárki tudja. Na, akkor... trollkodjunk. Restart Transit. Apollo. Az Apollo ennek az állomásnak a számítógépes rendszere. Valamiért nem akarnak vele együttműködni. Biztos az lesz, hogy a... valami őrült AI, ami direkt így az idegennek akar segíteni. Jó, hát itt nem sok minden van. Jó, drótkábel. Itt, restore power. Miért? Ja, vissza kell kapcsolnunk még. Nem kapcsoltam volna vissza valahol. Ja, lehet, hogy most. Na, most jó lesz. Na, már is jobban néz ki az iránytól. Take it. I had some trouble, so it's gonna take me a while to get back. We can wait. Taylor can't. Ne várjatok rám, menjetek. Én ilyen hős vagyok. Nem akarok ő is lenni. Na, most már van áramunk, úgyhogy... jó, de itt legalább nincs alien. Hála az életbe. Szenzor. Szenzoros. Ó, nézd már! Heggesztő pisztoly. Ja, ezt kapcsoljuk ki, de olyan gyorsan. Jó. Van itt még valami? Jó, egy szép pont. Hát azért gyorsan mentek. Na, egy zöld a lámpa, úgyhogy közel távol nincs ellenfél, hál' Istennek. Na, jó van. Ott van még egy ilyen tégely, tubus fogkrém. Na, és akkor most már van nálam lángvágó, úgyhogy tudok ezzel is mahinálni. De jó nékem. Ja. Use torch. Na, akkor vágjunk. De jó, és akkor ezt is így végig kell vágni. Azt a betyár mindegy, ezt jól megcsinálták. Hű, de viszont... ha ezt úgy kell majd vágdosni valahol, hogy ott van az idegen a sarkunkban, az nagyon para lesz. Főleg, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire hangosnak ítéli meg. Hát normál esetben ez baromi hangos. Jó, van lángvágunk. Hű, hát nem könnyű. Na jó, hát hogyha ez nem hangos, akkor semmi sem. Na most hova kerülünk? Jól van, ne izgulj, kitartás. Lemászunk szépen. Nyugodtan. Na, hol vagyok? Nyílj ki, záróizom. Aha. Na,
Csomó minden. Egy kazettás magnó. Úgy tűnik, hogy találtak a lakónegyedben valami biztonságos. Ajaj. Valakik közelednek. Aha, ez az. Jó, már jól emlékeztem. Hoppá. Ide be. Jaj, ne, pszichopata őrültek! Rédelnek? Ezek is ilyen szemét állatok. Még jó, hogy hívtam a liftet. Vagy kis vasutat, vagy mi ez. Hű, fegyver van mind a háromnál. Négynél. Jó, remélem nem szúrnak itt ki. Na, meg ne fulladjatok, gyerekek. Na, most itt járőröznek. Kis szemétládák. Ja, én is ezt mondom. Egységben az erő. Na, csak azt hiszed, mi? Én viszont megyek erre szépen. Nem hiányzik itt nekem a sok hülye. És már itt sem vagyok. Hű, ez gyors volt. Jó, mik ezek a helyek? Ez valami diszkó volt itt az állomáson. Caution. Még mindig annyira... Erre egyszer nem térkezzen napi rend, annyira autentikusan megcsinálták az egészet. Get to Colonial Marshall Bureau. Na, a Marshallnak az irodája a cél. Na, a Marshall úrnak az irodájába kell menni. Ott lesz a rendezvú. Jó, hát remélem most csak a szellőzőt hallom, mármint hogy duruzsol, és nem azt, aki benne szokott általában kolbászolni. Egy üres doboz, ennyi. Ja, jó, menjünk egyből az irodába. Jó, a jó kis reflektorok. Marshall, és mik ezek a csincsáncsunk betűk mindeni? Rip Sevastopol. Az igen. Nézd már, malac graffiti. Colonial Pigs. Fuck the Marshall. Nyugi, nyugi. Na, itt vannak a túlélők. Igen, én indítottam be a tranzitot. Szia, jó ember. Hoppá. Ja, jó, csak téged érzékel a mozgásdetektor. Na, egy újabb kialvatlan ember. És a kötelező feka. Az ábrázata nem is lehetne ennél értelmesebb. Na jó, nem gonoszkodok.
De ez ennek a karakternek szólt, nem úgy kollektíve. Na, itt az iroda. Hogy van Taylor? Na. Boncolják a barátnőnket. Na jó, nem csak stabilizálják. Where's Ricardo? Prepping our next move. Look, I'm busy. Na, muti a terveket. The lowlife who showed up with your flight report. Where's Marlo's ship? The Anisidora. He put it in a parking orbit around the gas giant. Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Maybe you can get more out of the unhelpful bastard. Go talk to him. Na, itt van valahol Marlo. És Marlónak a hajóján érkezett ide az idegen állítólag. És Marló hajója most a gázóriás körül parkol valahol. De Marló nem adja meg a koordinátákat, amivel ide lehetne rendelni, hogy elmeneküljenek. Úgyhogy Marló egy szemét disznó. De vajon miért? Abban ő is elmehetne. Vagy nem. Collect flare, noisemaker. Smoke bomb, flashbang. De már 2.0-asat is tudok ám. Molotov cocktail, stun button. Mi ez ilyen feltöltődős? Vajon? Na jó, whatever. Na, hol vagy Marló fiam? Ott a lángszóró! Gimi! Na jó. Akkor már csak egy színpad ma. Á, itt van Marló. Szia Marló! Na, te is intelligens vagy. Ahogy nézem, olyan szép fejed van. Na, beszélgessünk, Marlo. Marlo? Who wants to know? My name's Ripley. I'm with the company. A cégtől jöttem. You guys are keen, I'll give you that. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. Na, lássuk. Shit. We never found her ship, Ripley. Just the recorder. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. Maybe we can make a deal. Just start talking. I want to know everything. Na, mesélj, mi volt itt? Hogy került ide az alien? Na, töltőképernyő. Na, most mi történik? Com check. You get me, Lewis? A little fuzzy, Marlo, but you're coming through. Let's take it slow. I want to get to that beacon in one piece. If you're looking for a piece faster, I've got something for you right here. Ez meg... I need scanning equipment to find it, Heist. Okay, enough already. Focus on what we're here for. Ez... I don't want any mistakes. De jó! Marlónak az emlékezetében vagyunk, vagy hát most meséli el, hogy mi volt. Az igen. És akkor ez a... Ez az LV-426, vagy hogy hívják. És van egy szkennerünk is. Nagyon kemény. Az igen. Hát a klíma az mit se változott. Meg a hajónknak így a jelzőfényei. Hát igen, ennek a bolygónak elég ramagy a klímája. Hát nem a klausztrofóbiásoknak találták ki ezt a szkafandert, az biztos. De nagyon jó. És gyakorlatilag végigéljük azt, amit így az Alien 1-ben a Dallasék. Hogy Dallasék mentek ki vajon? Ja, aztán a Dallasék. A Dallas, a csaj, most nem jut eszembe a neve, meg a harmadik, a Kane, aztán ő rátapott az arctámadó, és akkor most ezt a feelinget élhetjük újra. Nagyon trágya az idő, na nézzük, merre kell menni. Amerre kileng a mutató, arra kell menni. Emlékszem, tehát ennek a bolygónak, az egésznek az atmoszférája, meg a, ez a hangulat, tehát egy ilyen
tök üres bolygó, az egész ilyen kialakulóban lévő, még ilyen őslevesse. És ilyen kihetlen az egész, és akkor itt van az a lezuhant hajó. Oda tojások voltak. Na jó, azt körbe kell menni. Na, menjünk körbe. Ja, hogy bakot tart nekünk, jól van. Na jó, gyere csak. Jó erőben van, hogyha engem meg a ruhámmal együtt, a ruha meg van szerintem 30 kiló még pluszba. Ujjaj, nem lenne jól leesni. Hoppá. Enyhén rossz a klíma. Hoppá. Jó, hát nincs visszaút. Yeah, I'm good. Are you okay? It was a close one though. Don't think I'll be able to get back the way I came. Nem, mondjuk egy ilyen klíma illik az alienek meg. Ez a semmi nem marad meg, csak ők nagyjából. Oxigén szint az rendben van, remélem. Jó, azért eléggé egy ösvényen tudunk csak haladni. Jó, de az nem ez az ösvény. Hogy? Stay put. I think I found something. Ajaj, talált valamit. Szóval felrobbantjuk. Ja, hogy utat robbantunk a többieknek. Az igen, dinamit. Gyorsan hátra, 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 hátra. Bum. Na, jöhetnek a haverok. Remélem. Na már jönnek. Let's get going. Follow me. Kövessetek. Heist, over here. Give me a leg up. Ja, hogy már itt is mászni. Ja, már itt, igen, itt is fölmászni. Hát ez... Hát nem lennék a helyükben, az biztos. És az a jó az egészben, hogy ezt így játszom, így előjönnek a régi emlékek, tehát ilyen, tényleg ezt a filmet még nagyon fiatalon láttam, és az érzés, az a hangulat, az mind előjön ettől, nagyon jól megcsinálták. Hopp. Hoppá, ré. Nem mi van ott? Na és innentől már ki lehet találni, hogy mi lehetett. Megismétlődött a történelem. Bementek, aztán gondolom buzerálták a tojásokat. No. Find the source of the signal. Folytatódik. Aha. Ez egy jó kis átvezető, vagy ilyen filler, gondolom. Hát mondjuk nem is baj egy kicsit, már nagyon eldurultak a dolgok az előző pályákon, tehát nem is baj, hogy van egy kis nyugi. Vulkanikus kráter, egy kürtő. Kürtős kalács. Na, én vezetem az expedíciót, menj előlem! Hát ezt nem hiszem el. De
Nem lehet sprintelni picit? Enter the derelict. Ja, hogy már itt vagyunk. És ezek a nagy ilyen vaginális motivumok. Egyébként nem vicc, tehát az eredeti concept artok meg dizájnok alapján, tehát ilyen nagyon durván ilyen erotikus fantáziákra hajazó dolgot akartak így az Alien-nel. Meg maga a művész, aki így eredetileg megrajzolta a koncepciókat, tehát az egy ilyen elborult emberke volt, tehát keressetek rá a neten, tehát az eredeti ilyen Alien concept artokat látjátok, tehát ilyen nagyon durva, ilyen tiszta hentai, ilyen csápos, tehát az a csápos idegen így belenyúl mindenféle testrészén az emberbe, meg hasonló, tehát na mindegy, tehát jó, végülis 18 pluszos a játék, úgyhogy beszélhetek ilyenekről. És ezek a csövek tiszta, tehát nagyon durva. De ez a sok cső, és az Alieneknek is valami hasonló egyébként a fészke. Itt van az űrutas. Doboz. Nagyon kemény. It was a life form. Now it's our salvage rights. Most már mi tulajdonunk. Then we'll take what we can and come back. Have a look around, see what else is here. We found something. Tracks. Nyomokat találtam. Valamit elhúcibált. What is it? Tracks lead here. Mia. I can see that. Igen, itt tereszkedtek le, és ott lenn lesznek a tojások. Let's find out. I'll find the beacon and shut it. Don't want anybody else finding this place. Foster, Heist, check out the power below. Na jó, most, hogy mindenkinek kiadtuk az ukázt, na merre kéne menni. Jó, hát itt nincs semmi. De nézzük csak meg az űrutazót. Space Jockey. Ott van. Az, akik látták a Prometheus-t, azok már tudják, hogy ez miféle szerzet. Legalábbis Ridley Scott már elkezdte megmagyarázni. De ezt az architektúrát. Nagyon kemény. De ezeknek is, tehát ilyen tök high-tech hajó, és akkor ilyen smötyi az interior, vagy nem tudom, ilyen nagyon furi. De így még megy is az Alienekhez az a durva. Pedig ezek ilyen high-tech cungók elvileg. Itt a rendszámtábla. Ott jött abból is ki egy dög. Aztán gondolom az rakta le a tojásokat. Na jó, hova kell? Oda. Valószínűleg ott van. Ott folytatódik tovább az utunk. Na és így villog ez a lámpa itt a sisakban, azt tökre azt hiszem, hogy az életünk alacsony vagy hasonló. Hát a sok reflex ugye a játékokból. Na. Tartsál bokot. Te csak erre vagy jó. Rabszolga. Na, itt is előre haladunk a folyosón. Tisztán ilyen zsigeri feeling az egész, tehát ilyen, mintha így a bél traktusokba járkálnánk. És minden ilyen ködös, párás, vagy ilyen füstös. Tényleg, ez a jó, tehát mintha a belegbe mászkálnánk. Hoppá, mi ez a fény? Meeks, I found the beacon, I'm gonna check it out. Na hoppá! Na, ez nem volt a filmekben. Na igen, és akkor itt a Prometheus feeling az bejátszik.
A jeladó. Ez sugározza itt a jelet, a vészjelet. Hogy érte ez a technikához? Simi-simi. Kész, tönkretettük. Ennyi, csak hozzá kellett érni és tönkrement. Don't know what happened, but the beacon stopped broadcasting. Marlo, you have got to see this. It's amazing. Na, mit kell látni? Megyek, megyek. Hű, hát ez jó izgi. Már sejtem, mi fog történni. Bár mondjuk nem rám fog tapadni, az biztos. De akkor viszont... Csak nehogy egy izé arctámadóval is itt fogocskázni kelljen, mert akkor szívbaj. Na. Felállították a kis exkavátort. Hopp. Ott lecsörlőzik magukat, gondolom. És még ott ilyen szellemképes a széle adta a búrántól. Nagyon kemény. Minden itt köd. Hát itt azért leolvadt eléggé a fém. Valamitől? Vajon mitől? Na, visszatérve az arctámadóhoz, tehát az nem lenne utolsó dolog, hogyha még lenne ilyen arctámadós bújóska, de az már überpara lenne szerintem, tehát emlékszem az Alien versus Predatorban és az arctámadóktól fostam a legjobban mindig. Hű, milyen kis cseppkövek mindenit. Ez jól megolvadt. Fém. Azt a betyány, itt vannak a tojások. Te jól néz ki. Takarodjatok ki onnan! Hülyék! Képesek így a tojásokkal ott rántottázni. Ne megyünk egy óriási nagy idegen eredetű űrhajóba, találunk csomó tojást, mit csinálunk? Hát persze, hogy elkezdjük őket buzerálni. Van egy kis raktér, és ahogy nézem, jó sok ilyen tojástároló van, stázisban. Na, én oda le nem megyek közéjük. Ez az, nézd bele, tedd be, dugd be a fejedet. Azt a nem jóját. Na jó, mindenki vissza, oda-vissza, megyünk föl, megyünk haza. Na most mi van? Én oda le nem megyek. Na jó, nem is kell. Ajjaj. Ijjaj. Ne egymásra nézzetek, hanem menjetek el. Na mi van benne? Jé, virág. Sírke hús. Hát és innentől valószínűleg már a történetet tudjuk. Ide vetődtek, aztán itt kelt ki a csajból. Aztán picit szétkopta az állomást. Na jól van, viszont akkor... Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlo. Ki kell jutassuk innen, hogyha többet akarunk tudni. Plan B, set it up. Whatever's happening, I want in. Okay, this way. Got something here you'll need. Na mi van? Itt van az alien valahol? Azt mondták, itt van. És B-terv. Na, Marlo megy, még remélem folytatja a történetet. This thing works. It's an animal. Animals are afraid of fire. I hope you're right. Grillezzünk. De majd csak a következő részben. Na, ez egy jó kis érdekes rész volt. Remélem azért élveztétek. Én megköszönöm szépen a figyelmet, és akkor innen fogjuk folytatni. Gyorsan elmentem még, ahogy hallom, etanol, minden van itt, kérem.
Scrap metal. I've got a plan to trap it. Take a transit car and meet Ricardo. Csapdába akarjuk ejteni. Nem, nem ejtünk csapdába Alient. Alient, sosem ejtünk csapdába, Marshall uram. Csak kiuggatjuk, megégetjük, vagy kidobjuk a hajóból. Na jó, de ez majd csak a következő részben történik meg, ha megtörténik. Sziasztok!